Rajongó igényeknek sosem egyszerű megfelelni, és ha valaki, hát a Ubisoft berkein belül az Assassin's Creed szérián dolgozó fejlesztő csapatok ezt halmozottan érezhetik. Az évente érkező részek bizony nagyon elfáradtak, ezt pedig érezte a kiadó is, így a Syndicate után egy év kényszerpihenőre küldték a sorozatot. A tavaly megjelent Assassin's Creed Origins már alapjairól építette újra az egész játékmenetet, és az akció kaland zsánernek búcsút intve elkezdett inkább a szerepjátékos irányba tolódni. És itt futottunk bele abba, hogy a hangos kisebbségnek mindig lesz valamilyen szálka a szemében. Egyesek szerint a széria folytatásai futószalagon készülnek és semmilyen újdonságot nem tartalmaznak, mások viszont pont azt harsogják, hogy az új acék már esszenciájukat veszítették és nem hülyek a gyökerekhez. Az Origins viszont az ilyen kritikus hangok ellenére is remekül fogyott, most pedig itt van a legújabb epizód, amely egészen időszámításunk előtt 431-ig a Peloponnészoszi háború kezdetéig repít bennünket. Teszi mindezt úgy, hogy egyértelműen az előző rész nyomait követi, csak épp minden részletében jobb, több az egyiptomi kalandnál. Már rögtön a játék legelején meg kell hoznunk egy nagyon fontos döntést. Alexios és Cassandra, azaz a férfi és a női főhős között kell választanunk. A Ubisoft Quebec korábban is ötletesen oldotta meg a két főszereplő használatát, a Syndicate-ben ugye folyamatosan váltogathattunk Jacob és Evie Fry között. Most némiképp más a helyzet, ugyanis csak a kiválasztott karakterünkkel fogjuk végigélvezni az Odyssey több tucat játékóráját. Komolyabb spoilerek nélkül nehéz mesélni arról, miért zseniális a fejlesztők azon megoldása, ami lehetővé teszi, hogy izgalmas, konzisztens történetet írjanak úgy, hogy mindkét szereplő bőrébe bújva passzoljanak a sztori elemei, de legyen elég annyi, hogy döntésünk után a másik karakter sem marad ki teljesen a kalandból. A karakterválasztás után azt is el kell dönteni, hogy az eddig megszokott irányított játékmódot szeretnénk-e most is használni, azaz a világtérképen automatikusan jelölje az összes küldetés esetén a játék, hogy pontosan hová is kell mennünk, vagy esetleg megpróbálkozunk az új felfedező móddal. Utóbbi esetben a legtöbb küldetés helyszínét illetően csupán 2-3 nyomot kapunk, ezek alapján kell navigálnunk a világban. És ha már világ, maga a táj madártávlatból és testközelből is pofásan fest. Az Odyssey nem korunk legszebb videójátéka, de egy ekkora méretekkel rendelkező nyílt világú címhez viszonyítva kifejezetten jól mutat. Már az Originsnek is remekül álltak a szerepjátékos elemek, az Odyssey pedig tökéletesítette a formulát. Az előző rész alapjára ráhúztak egy párbeszédrendszert, ezzel párhuzamosan pedig számos helyen döntési lehetőségeket is adtak a játékosnak. Simán előfordult például, hogyha egy szereplőnek kegyesen megkíméljük az életét, akkor később újra felbukkan, és mikor épp kivégezni indulnánk egy keményebb ellenfelet, mert arra érünk oda, hogy az említett karakter épp nyakon szúrja őt. A klasszikus szerepjátékokhoz hasonlóan mi alakítjuk a karakterünk személyiségét, önzetlen hősök vagy akár számító tuskók is lehetünk. Rengeteg fő- és mellékküldetést szórtak el a hatalmas térképre, ami az egész Hellén világot magába foglalja. Méreteit tekintve a játéktér felülmúlja az előző epizódot, mégis sikerült úgy elosztani rajta a sokféle feladatot, hogy kellemesen tágasnak, de közben pont arányosan feltöltöttnek érződjön az ógörög táj. Alexios vagy Cassandra története egy igazi görög családi dráma, ami az Assassin's Creed 2 óta a sorozat egyik legjobb történetét takarja. Főhősünk családja pillanatok alatt apró darabokra hullott, ő pedig otthonától, Spártától távol nevelkedett fel, ahol véreskezű zsoldos vált belőle. Hamar kiderül azonban, hogy a Peloponnészoszi háború szálait egy titokzatos csoport, a Kozmosz kultuszának tagjai rángatják, illetve hozzájuk köthető hősünk családjának széthullása is. Ők lesznek az aktuális templomosok, akik az Origins ősi rendjéhez hasonlatosan maszkokat viselnek a találkáikon, így nem egyszerű feladat a névsoruk beazonosítása. A fő történet szál, azaz karakterünk Odüsszeája a család újraegyesítése mellett a kultusz felszámolására koncentrál, illetve Spárta és Atén között is szinte küldetésről küldetésre választanunk kell. A poliszok között nincs jó és gonosz, mindkét városállam polgárai között akadnak hősök és utolsó szemétládák is. Jó döntés volt, hogy egyik háborúzó fél sincs démonizálva, a rossz fiúk szerepét ezúttal a Kozmosz kultusza tölti be. Először még szinte semmit nem tudunk rendbe tartozó alakokról, mindösszesen annyit árul el a játék, hogy egy adott régióban érdemes lehet ellátogatni mondjuk a kőfejtőbe, vagy kutakodjunk egy bizonyos erődben nyomokért. Valószínűleg a parancsnoknál lesz pár hasznos info, netán megtudjuk, hol kellene mellékküldetéseket csinálni ugyanebből a célból. Ha ezeket megszereztük és kiderül, kilapul az állarc alatt, már mehetünk is likvidálni őkelmét. Az átalakított harcrendszer lesz az a pont, ami valószínűleg nem maradt majd mindenkinél osztatlan sikert. Az Originshez képest a legkomolyabb változtatást az jelenti, hogy teljesen kukázták a pajzsokat. Ez nagyon fura lehet egy spártai harcos esetében, de ne felejtsük el, hogy hősünk nem az állam katonája, nagyon fiatal korában elkerült onnan.
pajzs helyett Leonidas lándzsájának letört vége került a bal kezünkbe, ez tölti be a rejtett penge szerepét is. A blokkolásnak is búcsút kell inteni emiatt, helyette a kitérés és a hárítás marad a repertoárunkban. Szintlépések után szerzett tapasztalati pontokat három képességfán oszthatjuk el: íjászathoz, közelharchoz és az orgyilkos támadásokhoz kapcsolódó skillekre, így mindenki a játék stílusához igazíthatja a karakterét. Mostantól nem csak az íjunkat és a közelharci fegyverünket cserélgethetjük, a teljes felszerelésünk testre szabhatóvá vált, cuccainkat ráadásul a kovácsnál fejleszthetjük is, hogy mindig a szintünkön legyenek. Egyszerre négy távolság, illetve közelharci aktív képességet oszthatunk ki, utóbbiból egyébként többet is, hogyha fejlesztjük Leonidas lándzsáját, amelyeket a sikeres találatokért, hárításokért és kitérésekért töltődő adrenalin csíkunk betelt sávéből pattinthatunk el. Végre újra teljes értékű játékelemként köszönhetjük a hajózást, csatahajónkkal pedig nem csak az egyik görög szigetről levezhetünk el a másikig, hanem természetesen lehetőségünk nyílik tengeri ütközetek megvívására is. Bárkánkat fejleszgethetjük, sőt a leütött és megtérített ellenfelek közül még hadnagyokat is kinevezhetünk a legénységbe. A méretes régiókra osztott hellén világban minden egyes terület Spárta vagy Atén uralma alatt áll, ezen viszont mi bármikor könnyedén változtathatunk a domináns fél meggyengítésével. Ha elég katonát öltünk meg, felgyújtottuk a sereg utánpótlását, lenyúltuk a zsoldot tartalmazó ládát, netán még a régió vezérének torkát is elnyisszantottuk, akkor megnyílik egy hatalmas csata opciója. Az itt felkínálkozó grandiózus összecsapásban aztán a támadók vagy a védők oldalán is részt vehetünk. Nem mi vagyunk azonban Hellász egyetlen zsoldosa, sok másik fejvadász járja a vidéket, akik egyből ránk szállnak, ha vérdíj kerül a fejünkre. Ezt nem is olyan nehéz elérni, mivel nem csupán a katonák megtámadása miatt terelődünk a törvényen kívüli út felé. Az Odysseyben lopásnak számít például az is, ha a polgárok ládáiban turkálunk, ez pedig ugyanolyan bűn, mint belekötni egy vitéz spártai vagy aténi katonába. A küldetéseket csak nagyon ritkán szakítja meg a jelenkori szál, ami talán még az Origins-ben tapasztaltaknál is visszafogottabban marad meg a háttérben. Az Assassin's Creed Odyssey korán sem hibátlan játék, sokszor futottunk bele ugrándozó minőségi textúrákba, eltűnődöző tógákba, vagy épp a levegőben vígon úszkáló cápába, de az időközben kiadott Day One patch orvosolta ezeket, ráadásul a töltési időn is sikerült sokat javítani. Azon viszont egy tapaszt sem fog segíteni, hogy az egyébként remek írói munkában néhol azért becsúsztak göröngyösebb szakaszok, egyes párbeszédek kilógnak a sorból, illetve bizonyos szereplőknél másodpercek alatt történik maga a karakterfejlődés. Ugyancsak nem fogják javítások orvosolni azt, hogy rengeteg alkalommal megmosolyogtató minőségűek a karakteranimációk, embereink bárgyú módon túlgesztikulálnak mindent. Egyértelmű, hogy a fejvadászok menürendszerének vizualitása a Middle-earth játékokból lett kölcsönvéve, a párbeszédek és a küldetésrendszer pedig a Witcher 3-ra és a Horizon Zero Dawn-ra hajaz. Ezek a kölcsönvet részletek sosem érik el az eredeti címekben tapasztalt szintet, összességükben viszont egy kiemelkedően jó játékot lehetett belőlük felépíteni, és pontosan ezt csinálta a Ubisoft.